Ahhoz, hogy a szülő igazán szép fürtöket teremjen, elengedhetetlen folyamat a helyes meccés, valamint a meccés utáni kötözés. Ezek a folyamatok első körben kicsit bonyolultnak tűnhetnek, ezért a szőlészetnek egy igazi szakértőjét hívtuk segítségül, hogy helyes válaszokat kapjunk. Ugye a szőlő sok ágot növel, és azokat az ágoktól meg kell tisztítani. Van, aki több ágot hagy meg, mi azonnal véleményen vagyunk, hogy csak egy vagy két, maximum két ágot, egy csapot, hogy korlátozzuk a termést. Van olyan, aki több ágot hagy meg, összeköti, zsubba köti, annyi termés van rajta, összehull le, szakad le a drót, a húzal, de ez nem minőség. Tehát itt nincs meg a cukor, nincs meg a sav, minél több van rajta, annál kevesebb a cukra a szőlőnek. A szőlőt kizárólag tavasszal kell metszeni, és a művelet során arra kell figyelni, hogy egy vágással távolítsuk el az adott ágokat. A nagyobb, vastagabb ágokat ajánlott fűrésszel lehet távolítani. Tehát ez már ki van metszve, ez a tő. Azért hagytam itt három bogot, hogy ilyenkor még a harmadikot lecsapom, két bogra szoktam vágni, az azért van háromra, hogy ha megfagy véletlenül, akkor maradjon meg a másik két bog. Tehát itt vágtam el ez egy hosszú ág volt. Itt elvágtam, mert itt néztem ki ezt az ágot, ami épp, és jó lesz termő ágnak. Ettől lefelé meghagytam két csapot. Tehát az első két csap, és az első ág, a többit levágjuk. Tehát ez egy ágos és két csapos meccés. Két helyen kötöm le, azért kell két helyen lekötni, mert csak ha egyik helyen van lekötve, ha nőnek az ágok, a szél kifordítja. Tehát két helyen le kell kötni, hogy a szél ne tudja kifordítani. Ha nem metszük meg a szőlőt, az nagy mértékben befolyásolja a termés minőségét, hiszen a mennyiség könnyen a minőség rovására mehet. Ahány gazda, annyi szokás. Sokan ugyanis egyáltalán nem metszenek. Az Orbán család azonban arra esküszik, hogy ez a művelet elengedhetetlen. Ilyenkor, mikor az ember köt, és ha metsz is odafigyel, akkor könnyebb lesz a zöld munka. Azért hagyok meg nagyobb ágot, hosszabb ágot, mert sohasem tudom, hol ér össze. Ilyenkor lecsapom. Tehát ekkora ág és egy csap. Az oszlopok újra döngölése, a régi húzalók kibontása az oszlopok között és az újak kifeszítése, az atkák elleni permetezés, amit akár a katicabogarakra is lehet hagyni, ezek azok a folyamatok, amiket el kell végezni a szőlő meccése, kötözése után közvetlenül, vagy akár egy időben is ezzel. Az egy-két kordonos technikát, mert itt vegyesen van a szőlő, ez egy régi telepítés, ami itt a kerítésen belül van. Az új telepítések vannak kinn ott az oldalba, többféle fajtát telepítettünk, van szürke barát, muskotáj, Riesling, Traminer, királyleánka, Sauvignon Blanc, Neuburger. Ezek vannak. A Sauvignon Blanc az régi telepítés, de a többi új telepítések. A szőlő megfelelő gondozásának és így a meccés fontosságát is akkor értettük meg igazán, amikor Orbán Mihály elvitt minket a családi szentélyként őrzött boros pincébe, ahol láthattuk a család borait, elismerő trófeák, oklevelek és érmek tekintélyes gyűjteményét.